Özte, vagyis az Özvölgy az infójóra merőleges völgyek közül a legnagyobb. Az itt található 9 településből Özt, Umhausent és Langenfeldet látogattuk meg. Az Özvölgyi Alpok 3500 méterre magasodó csúcsai között nagy kiterjedésű fenyőerdőket találunk. A völgy összeköttetést jelent az olaszországi és a nyugat-ausztriai farkas populáció között. Valamint a barna medvék számára is remek útvonalakat rejtenek ezek az erdők. A 700 méteren fekvő völgyet meredeken felfelé ívelő 2500 méteres hegyek szegélyezik. A 9 kis falu közül több már az 1200-as években is említésre került. Az 1171 méteren található Langenfeldből gyalog mentünk fel az 1569 méter tengerszint feletti magasságban található Gríz településre. Felettünk a sziklán szirti fecske családra leszünk figyelmesek. A szirti fecskét Ausztriában írták le először. Barna tollazatú, a begyén és az alsó szárnyfedőn halványabb tónussal. A nemek hasonló megjelenésűek. A fiókák színe világosabb. Ezek a fiókák már nagyok, röpképesek, de még sokáig együtt marad a család. Fészkét védett sziklapárkányra építi, de ha ilyen nem áll rendelkezésre, a szikla oldalába épít a többi fecskéhez hasonló sárfészket. A környező sziklákon fészkelő solymok a legfőbb ellenségeik. A szülők agresszívan védelmezik a fészket a ragadozókkal szemben. A sziklafal mentén repülve kitartóan vadásznak kisebb rovarokra. Innen meredeken felfelé indulunk észak-keleti irányban. Jobbra, a völgy aljában folyik a Winnebach patak számos vízeséssel. A Winnebach Seehütte 2362 méteren található, 1900-ben épült. Ezeket a gleccsereket hagyományosan Fernernek hívják itt.